Köszöntjük a kedves nézőket, vendégem Molnár Imre, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, és beszélgetésünk apropója, hogy idén 66 éves ez a népszerű egyesület, és nem árulok el titkot azzal, hogy a Honvéd mindig is a magyar sport egyik meghatározó része volt. Ha most ugye december révén mérleget kell vonni, miként értékeli az idei szereplést? Hát az idei szereplést mindenképp a közeljövő olimpiához kell már viszonyítani. Ilyen szempontból, mert most már minden lassan az olimpiáról fog szólni, ilyen szempontból a Budapesti Honvéd nagyon jól áll, hiszen már 5 olimpiai kvótánk van, ami egyedülálló most per pillanat az egyesületek között, és nagyon bizakodva nézünk a következő kvótaszerző versenyek elé, hiszen a kajakkenu, a vívás, az öttusa, ami siker sportágaink között szerepel a judó, ez még mind-mind kvalifikálhatja magát az olimpiára. Ettől függetlenül az egyesület utánpótlás szempontból is nagyon jól szerepelt, és határozott fejlődést lehet látni a szakosztályoknál. Előbb említett több szakosztályt is, akik ugye részesei a Honvéd sikereinek. Ki lehet ezek közül valamelyiket emelni? Hát relatív, ugye mindig az úszást és a kajakkenut szokták kiemelni, nálunk az úszás csak utánpótlás szinten van. A kajakkenut kiemelném, de meg kell, hogy mondjam, hogy mint versenyzőktől sokat várunk a judósoktól is, a vívóktól is, és hát ne felejtsük el, hogy a két kvótás között ott van a sportlövők között, ide már nagyon régóta először a Honvéd a sportlövő kislány is. Hogy lehet 66 évig folyamatosan a legjobbak közé tartozni? Hát véleményem szerint úgy lehet, hogy megpróbál az ember egy stabil légkört kialakítani. Én most csak az én regnálásom alatti dolgokról tudok beszélni. Megpróbál egy stabil légkört kialakítani, akár versenyző, akár edzői szinten. Tehát a fluktuációt amennyire lehet leszorítja, és ez azt eredményezi, hogy jönnek a versenyzők, jelentkeznek és jönnek. Korábban ezt úgy lehetett, hogy bevonultatták őket, és akkor katona volt mindenki, most ugye ez nincsen, de az eredményes versenyzők azok vannak. Viszont nincs bevonultatás, viszont van nagyon stabil utánpótlás bázis. Ez hogy éri el az egyesület, hiszen idén azt hiszem több ifjúsági Európa-bajnokságú utánpótlás bajnokságot nyertek a Honvéd versenyzői? Hát, hogy más nem mondjuk, az ugye beszélgetünk korábban az atlétikáról, hát az U23-ban atlétikában Európa-bajnok lett 7 próbában a Szénia. Krizsán Szénia, igen. És gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy azért vívóink is közvetlen utánpótlással ott vannak, értékes helyezéseket és érmeket érnek el a korosztályos versenyeken. És hát ha lejjebb megyünk, mármint az alacsonyabb korosztályok felé, akkor pedig a lényeg az, hogy az iskolákkal kialakított kapcsolat az nagyon lényeges. Illetve még talán, ha túlmegyek ezen, akkor az óvodákkal történő kapcsolat is. Ez a szisztéma, szabad ezt így fogalmazni, ez részese lehet, vagy részese talán már a mindennapos testnevelési programnak? Ez mindenképp részese, mert most per pillanat 8 iskolát hordunk be a Budapesti Honvédba, az Iskolám a Honvédba program keretébe, ami azt jelenti, hogy az iskolák testnevelés óráját gyakorlatilag, ahol nem tudják megoldani, mert nincsenek meg a feltételek a mindennapi testneveléshez, ezt gyakorlatilag mi megoldjuk azzal, hogy jó, nem egy költségkímélő megoldás, de beszállítjuk a gyerekeket, itt szakedzők foglalkoznak velük, a pedagógus csak kíséri, és a dupla óra
gyakorlatilag helyettesíti a heti ötszöri testnevelésnek a kiegészítését. Ez megtérült? Tehát úgy érzem, hogy fönnakad a hálón, ahogy mondta, hogy szakemberek foglalkoznak, hogy tehetségekre rábukkannak, vagy rálelnek, úgymond csiszolatlan gyémántokra? Második éve zajlik, erről még így határozottan nem lehet, de úgy sem lehet hozzáállni, hogy mi lesz, ha nem térül meg. Biztos vagyok benne, hogy lesz benne idővel olyan kis tornász, úszó, vagy kosárlabdás, vagy judós csemete, vagy öttös, vagy kéttusázó, akiből élvesenző tud lenni. Beszélgettünk eddig a sikerekről, de az idei évben volt egy kellemetlen epizódja is az Egyesületnek, hogy két kajakos fennakadt egy vizsgálaton. Ezt hogyan tudták áthidalni, miként oldották meg ezt a nehéz feladatot? Hát ennek a nehéz feladatnak a megoldása elsősorban az ügyvédek dolga volt. Mi maximálisan kiálltunk úgy a gyerekek mellett, hogy ők, hogy úgymond letették a szent esküt, hogy soha többet, és nagy butaságot csináltak, és ők az eredményeikkel fogják bizonyítani abban az esetben, hogyha olyan lesz az eltiltás mértéke. Per pillanat csak azt tudom mondani, hogy a Bence is, és a Csibes Tamara is szenzációs formában van, és mindent alárendelnek a kajaknak. Lát esélyt arra, hogy ott lehetnek jóban, tehát az eredményeik a hozzáállásuk révén? Abszolút, abszolút. A tavaszi válogató elsősorban a Tamarának, Csipes Tamarának lesz nehezebb, mert ott azért sűrűbb a hölgyek mezőnye. A Bence az véleményem szerint amúgy is, mielőtt megtörtént ez a sajnálatos eset, első számú férfi kajakosként volt nyilvántartva, és ő volt, tehát a K1 rá volt kiegyezve. Előbb említettük a bevezetőben, hogy az egyik meghatározó alakja a Honvéd a magyar sportnak. 1348 érmet nyertek eddig a különböző világversenyeken. Miként lehet ezt szinten tartani, ezt a tempót? A tempót úgy lehet szinten tartani, hogy, mint korábban említettem, meg kell próbálni az edzőket és a versenyzőket egyaránt megtartani, ami nekünk a Honvédban arszpolitikánk is, ha úgy tetszik, hogy akár a kiöregedő versenyzők is maradjanak, ha olyan affinitást éreznek vezetőként vagy edzőként, és ez a folyamat akkor nem szakad meg. Londonban 63 éves volt a Honvéd, és ha jól tudom, 63 érem is volt, 63 aranyérmet is nyertek addig a Honvéd versenyzője az ötkarikás játékokon. Van esély arra, hogy Rióban meg lesz a Honvéd 67. olimpiai aranyérme is? Konkrétan nyerünk-e 4 aranyérmet? Igen, igen. Kicsit számtani feladat volt, de megoldottam. Megoldottam, szóval, hogy hát én szeretném mindenképp, ha nem is 4 aranyérmet, de 4 vagy 5 érmet, és köztük 2 aranyéremként szeretnénk, hogyha úgy térnének vissza a versenyzőink, hogy így ünnepelhetjük őket. A utánpótlás? Minden lehet. Utánpótlás korosztályból ott lehet valaki az éremért folyóharcban, vagy egyáltalán az is elégedett, hogy ott van a csapatban? Az utánpótlásból még nem. Tehát azzal is elégedett lehet már, hogy ott van a csapatban. Na most megint csak a szénjáról beszélünk. Hát ha valaki ifjúsági Európa-bajnok és a felnőtt világbajnokságon 9., akkor gyakorlatilag egy olimpia, meg egy világbajnokság, hát majdnem ugyanaz a mezőnye zajlik. Hát reméljük, hogy tudnak meglepetést okozni is, hogyha úgy gondoljuk. Ha pontszerzők lennének, az egy csoda lenne. De a sportlövők ugye évek, évtizedek óta ott vannak a világ legjobbjai között, és ugye az 5 voltás között ott van Dobai Siker Renáta is. Igen. Neki van esélye az aranyéremre?
A sportlövők mindig azt mondják, hogy náluk érdekes a helyzet, mert készülnek, mindent alárendelnek, és utána attól függ, hogy jobb vagy bal lábbal kelnek fel. Ha egy olyan napot fog ki, akkor abszolút éremesélyes. Hát kívánjuk, hogy... De tudása megvan hozzá azért. Hogy minél jobb lábbal menjenek ki a versenyek, igen, a sportlövők és a honvéd versenyzők egyáltalán. Szám szerint hogy értékeli, mennyi éremmel lenne elégedett Rióban? Én, mint említettem, egy 5-6 éremmel elégedett lennék, sőt, az már kicsit túlzottnak is tűnik, mert egy kicsit pesszimista vagyok a magyar csapat létszámát illetően. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy hány versenyzőnk lesz ott Rióba, mert ugye Londonban elég népes csapatunk volt, hát itt Rióba most nem tudom, hogy mennyi. Mindenki kíváncsian várja, hiszen a 4 csapatjáték, ugye a férfi-női vízlabda, férfi-női kézilabda közül, ha nem lesznek ott, akkor az egyéni sportágakban nagyon nehéz lesz 100 fölé kerülni. Hát kívánjuk a honvédnak, hogy minél több versenyzővel járuljon hozzá a magyar olimpiai csapat jó szerepléséhez, és ahhoz is, hogy meglegyen az a 67. honvéd aranyérem, és az ahhoz, hogy a honvéd 67. születésnapját az olimpia fényében minél fényesebben ünnepeljék. Hát reméljük, hogy ez így lesz, és ebbe bízunk mi is, hogy örömünnep lesz a Rio után a Budapesti Honvédnál. Köszönöm szépen. Önök pedig maradjanak velünk, következik a Fix magazin további percei, és emlékezzenek a idei sportsikerekre, hiszen volt sok szép magyar eredmény labdarúgásban, kajakkenuban, úszásban, és reméljük, hogy így lesz ez majd jövőre is, úgyhogy talán is maradjanak a Fix magazinnal, nézzék a sportot. Hajrá Magyarország, hajrá Fix magazin!